Néhány négyzetméteres mini államot alapított a kétfarkú kutyapárt Kaposváron a Cseri Parkban, ahol határvadász laktanyát építenek az ország határtól több mint 60 kilométerre. Az építkezés ellen tiltakozók szerint az üresen álló taszári laktanya ugyanolyan messze lenne, így nem kellett volna ezt a parkot tönkretenni. Ehhez társul egy államalapítási nyilatkozat is, amit én most aláírok, akkor onnantól kezdve az állam ez működik. Nagyjából 2x2 méteres területen alapította meg a kétfarkú kutyapárt a saját államát Kaposváron. A Cseri Parkban több ellenzéki párt képviselője is megjelent, akik szolidárisak a kétfarkúak akciójával. Én kellemes karácsonyi ünnepeket szeretnék kívánni. Az együtt helyi elnöke csak Orbán Viktor válaszát próbálta idézni, amikor a tiltakozással kapcsolatban kérdeztük, de később bővebben is elmondta, hogy miért jöttek el. A kétfarkú kutyapárt itt tart egy rendezvényt, ugye mi itt tartottunk, mi tavasz óta, mióta ez kiderült, tiltakozunk ez ellen az építkezés ellen. Most a kétfarkú kutyapárt tart egy demonstrációt, kitelepülést, ennek szolidaritásképpen jöttünk el. A Momentum helyi aktivistái is csatlakoztak az államalapítási ünnephez. Azért jöttünk, hogy támogassuk a kétfarkú barátainkat, és mivel államalapító ünnepségben vehetünk részt, és meg is hívtak, ezért is jöttünk. A kétfarkúak államának munkagépei már a szomszédos Magyarország kerítését kezdték lebontani, mely miatt szerintük a két ország között akár háború is kialakulhat, mert ahogy az államalapító mondta, a magyarokkal nehéz megegyezni. Ők egyébként azt nem értik, hogy miért kell a határtól ilyen távol egy parkot tönkretéve felépíteni ezt a laktanyát. Nem sok értelmét látjuk, mert nagyon messze van innen valóban a határ, ezt inkább a Letenye környékén megcsinálhatták volna nyugodtan ezt a létesítményt. Vagy ha már nagyon Kaposvárhoz kötődik ez a dolog, akkor van ennek egy másik helyen, például Taszár. Az is egy nagyon jó helye lett volna még ennek az objektumnak. Az államalapítók egyébként egy karácsonyfa állításával azonnal el is foglalták a mini államot, ahova úgy próbálják meg visszacsalogatni a külföldre szakadt magyarokat, hogy kis autókat ígérnek nekik ajándékba.